93-tól 2000-ig egy fejlődő időszak jellemezte a céget, amikor egyre több gépet vásárolt, növekedett, kiépítette a minőségbiztosítási vonalát, és 2000-től léptünk be a járműiparba, de közvetett beszállítóként, úgymond rendszerbeszállító cégeknek kezdtünk el szállítani alkatrészeket. A 2013-tól lettünk közvetlen beszállítói az autóipari cégeknek, Tier 1-es beszállítóként, elsőként a Volkswagennek, majd a BMW-nek, most pedig a következő cél a Mercedes és az Audi beszállítóivá válni. A cég fejlődésében nagy mérföldköveket jelentett két évvel ezelőtti beruházásunk, amikor 4000 négyzetméterrel növeltük a termelőterületet, illetve egy évvel ezelőtt újabb 2000 négyzetmétert oldottunk hozzá az Öntöde csarnokhoz. Továbbfejlesztve ezzel a lehetőséget, hogy bővüljünk, több gépet, nagyobb kapacitást érjünk el ezáltal. Eleinte a középkategóriás géppark volt jellemző a Csaba Metálra, ami jelentette a 200 tonnától 1000 tonnáig záróerővel rendelkező gépeket, és két éve nyitottunk egy nagyobb lépcső felé, amikor 2500 tonnáig záróerő gépeket vásároltunk. Ezekkel a gépekkel elértük azt a szintet, amikor már tudunk akár egy komplett hengert önteni, egy motorblokk hengert, de váltóházakat, mozgó lépcsőket és hasonló termékeket tudunk gyártani, mint már nagyobb felületűek és tömegű öntvények. Katiát két évvel ezelőtt vásároltuk meg a cégnek. BMW és a Volkswagennek a előírásai között szerepelt, hogy a Katia rendszert kell alkalmazzuk a gond nélküli fájcseréléshez. Sokkal több időnk marad arra, hogy valóban a tervezéssel foglalkozzunk, és ne a különböző részfeladatokra darabolódjon szét a munkaidőnk. Sokkal jobban tudunk erre rákoncentrálni, hogy egy adott problémára koncentráljunk, és ne pedig például importálási és exportálási feladatokkal úgymond elmenjen az idő. Katiában hatalmas nagy előnyt jelent az, hogy hihetetlen rugalmasan bánik a rádiuszokkal, amikkel nekünk a korábbi szoftvernél elég sok problémánk merült fel. Mert rengeteg olyan rádiusz volt, amit egyszerűen nem tudtunk föltenni a darabra azzal a mérettel, amekkorában szükség lett volna. És nálunk az öntészetnél eléggé meg van követelve az, hogyha lehet minél nagyobb rádiuszokat föltenni egy felületre. Rengeteg időt nyertünk azzal, hogy megspóroltuk azokat a felesleges köröket, amikor a vevőnek el kellett magyaráznunk azt, hogy egy rádiuszt melyik részre szeretnénk felpakolni, mekkora méretű rádiusza. Ezt a Katiával meg tudtuk oldani, és tudtuk mutatni a vevőnek, hogy igenis mi ezt ide szeretnénk tenni. A bevezetésnél nagyon sokat segítettek a kettervesek, egy komplex csomagot ajánlottak. Tehát nem csak arról szólt, hogy átadták a programot, beüzemelték és utána boldoguljatok, hanem egy intenzív, egyhetes kezdő tanfolyamot is ajánlottak, amit a mérnök kollégával elvégeztünk, és így sokkal egyszerűbb volt az átállás az új programra. Az oktatás folyamán megmutatták a főbb lépéseket, hogy hogyan kell használjuk a rendszert, illetve utána is egy elég mélyreható segítséget nyújtottak, tehát bármikor fordultunk hozzájuk problémával, kérdéssel, gyakorlatilag azonnal tudtak nekünk segíteni.